lebontották Odesszában Nagy Katalin cárnő és egy orosz parancsnok Alekszandr Szuvorov szobrát. A munkálatokat szerda éjszaka kezdték, és csütörtök reggelre sikerült leválasztani a szobrokat talapzatukról. Egy odesszai férfi azt mondta, a történelmen nem lenne szabad változtatni a jó és a rossz dolgok ellenére sem. Az ukrajnai háborúval az ország vezetése a kommunista múltra jellemző műemlékek eltávolítása mellett az orosz befolyást tükröző köztéri alkotásokat is megpróbálja lebontani. Odessza lakói megosztottak a kérdésben. Egy internetes felmérés szerint a lakosság kicsivel több mint fele teljesen lerombolná a műemlékeket, míg egy részük úgy gondolja, magyarázatokkal maradniuk kellene. A válaszadók 4%-a szerint pedig múzeumban lenne a szobrok helye. Feljegyzések szerint Odesszát Nagy Katalin alapította. 1900-ban szobrot állítottak neki, amit a szovjet vezetés 1920-ban elbontatott. A Szovjetunió szétesése után a városi tanács 2007-ben döntött úgy, a cárnő ismét szobrot kap a városban.